Hello, hello! Monero második felvonás. Lehet, hogy van, aki már észrevette, beállítom a kamerát. Na szóval lehet, hogy van, aki már észrevette, hogy töröltem a tegnapi Monero-s videót. Monero bányászos videót, ugyanis a magyar pullal kapcsolatban rosszul mondtam, hiába adjuk meg a Poloniexes címünket, azzal nem lehet oda bányászni. Ugyanis megkapjuk a kifizetést, csak elmegy a lecsóba. Itt van. Kérem szépen. 035. Hát ez volt az én tanuló pénzem. Viszont! Jó, ezt most becsukom. Viszont .com mymonero.com. Igen. mymonero.com-on ez egy Monero wallet. Itt kell létrehozni egy pénztárcát, átmeneti pénztárcát, ahová már viszont tudja utalni, tehát ide be tud jönni a bányászat Monero a magyar poolról, és utána innen kell átutalni a Poloniexre. És csak így kaphatjuk meg a XMR monerunkat. 0003 fi az utalásért a költség, tehát hogy erről a walletről elutaljuk a monerót a Poloniexre. Most akinek sok, annak sok. Kipróbálom. Este ment nálam, ugye a Poloniexes címmel, ahogy mutattam az előző videóban, és sajnos az bukta volt, az úgy nem volt jó, mert volt egy előtte egy Monero-s pool, ahol viszont úgy volt, hogy meg tudtam adni a Poloniexes címet, amikor meg volt egy kifizetés, akkor rá tudtam menni, meg kellett adni a Payment ID-t, és akkor küldte át a Poloniexre. Na, ez a pool nem olyan. Na, de nézzük akkor, hogy mi kell. Először akkor megmutattam a magyart, és utána még egyszer a Dwarfpoolt. Amiről a Dwarfpoolról lehet közvetlenül Poloniexre bányászni. Nos, akkor mymonero.com, ide belépsz, create new account. Mivel nekem van, én már nem fogok nyújt a kontolni. De az a lényeg, hogy itt olvasod. Nézd ezt a sort, itt a Your Private Login Key-t, ha frissítgetek. Itt mindig változnak a szavak. Miért ugrik az elejére? Ja, jó, így már látszik. Hát mindig változtatja. Na, az a lényege, hogy ezt a 13 szót ki kell másolni, ide beilleszteni. Beillesztés. Basz, kurvára meg kell jegyezni, ez lesz a belépési adó, az azonosítód. Tehát ha ezt nem tudod, nem tudják neked e-mailbe visszaküldeni, nem tudnak neked segíteni, akkor elveszett az itt levő monerud. Tehát ezt a 13 szót meg kell jegyezni, amit ide innen föntről a Your Private Login Key-től bekopizol a Confirm Your Private Login Key-hez. Fényképezd le telefonnal, írt fel egy papírra, mentsd el a képernyőt, másold át az egészet egy textfájba, az a lényeg, legyen róla másolatod, ne felejtsd el. Ha ezt ide bemásoltad, akkor nyomod ezt a gombot, és rögtön elkészíti neked a Monero loginedet, vagy mi a frász ez a számsor, amivel már tudsz bányászni. Na jó, most nem fogom az enyémét beírogatni. Na, az a lényeg, hogy ott hát csak meg kéne mutatnom, ugye? Nem. Legyen ennyi elég, oda rányomsz,
rögtön beugrik egy alblak, ahol ott lesz a hosszú cím, azt kimásolod, és azt kell bemásolni, ezt már lövöm is le, mert nagyon belassítja. Azt a hosszú címet kell bemásolni a Climor-nak most egyelőre a 96-os bétájába, és ebbe a poolba, amit jobb klikkel szerkeztünk, ide bemásoljuk, tehát ezt látjuk, a mínusz U után Stratum, TCP, Monero, blablabla, 777, mínusz U, és a mínusz U után van bevágva, mindjárt tovább húzom, és ott van egy mínusz P, e között van benne, ezt a hosszú számot kell onnan a MyMonero-ról bemásolni. Én még ide mögé írtam a mínusz TT60-at, akkor törekszik a 60 fokos videókártyára. És akkor most a MyMonero-ra megy a Monero, ahol majd, ahonnan majd lehet utalni a Poloniex-re, most reggelig várok, hogy jöjjön egy blokk, mindjárt mutatom is. A magyar poolon, és én is ide hesselek 3 kiló hessel majdnem, 12 óra múlva jön a következő blokk. Amúgy aki azt mondja, hogy nem fizet ki, annak mutattam, hogy itt van. Ez volt a tegnapi termésem, csak mivel balkuki voltam, és a Poloniex-es címet adtam be, ezért ez elment a lecsóba. De most a MyMonero-s címmel oda fog menni a MyMonero-ra, és onnan át tudom utalni majd a Poloniex-re. Egy kis fiér cserébe persze, mert ugye nem ingyenes ez a másolgatás, vagy küldözgetés. Meg lehet nézni, hogy két blokk jött eddig a ide erre a poolra. Egy mínusz 41%-os szerencsés, meg egy mínusz 20%-os szerencsés. Jó. És azt mondja, hogy a jelenlegi 151 kHz-sel kb. 13 óra múlva lesz a következő kifizetés. 55 ember, 55 cím van most, tehát mondhatjuk úgy, hogy 55 ember bányászik jelenleg. Erről további infókat itt találtok, Székely Vegánnak a fórumán. Azon belül is van a... Na, akkor így mutatom az elejét, hogy Székely Vegán fóruma itt van. Ez a címe székelyvegán.info fórum index.php. Ja. Ezt látod, de beírod a Google-ba, hogy Székely Vegán fórum is kidobja rögtön. Itt rámegyünk arra, hogy minden, ami kriptó, és itt van, hogy ami pólunk. Tegnap valami rendes jóra való, valószínűleg egy kisgyerek irogatott nekem mindenféle kommentet. Írt vagy 5-6-ot egymás után, de ugye mivel én moderálom, azért az elsőt elolvastam, láttam, hogy egy büdös gyökér, mindjárt törődtem is ki. Nehezményezte, hogy ez a pool nem fizet ki, meg jó, akkor itt végig lehet olvasni a többieknek a véleményét, meg hozzászólását. De az a lényeg, hogy ezen a mi poolunkon belül lehet olvasni a többieket, akik szintén valószínűleg mind bányásznak rajta. Meg itt el lehet olvasni, fizetéssel kapcsolatban, stb. Tehát itt vannak infók, na, érdemes végigolvasni, akit érdekel. Jó, tehát ez a... Ja, és akkor ugye azt a hosszú számot, amit bemásoltunk ugye ide. Azt a hosszú számot bemásoljuk itt a ugye Monero Humpul EUN a home-nál, bemásoljuk ide, és akkor lockup, és akkor itt láthatjuk a jelenlegi állásunkat. Tehát látszik, hogy nekem már ennyi lett volna kifizetve, ha nem vagyok balkuki. De már itt pendingel a balancom.
Jó, hát majd mondom, reggel valamikor lesz egy kifizetés, annyi. Jó. Akkor most Dwarfpool, akkor ezt a magyart bezárom. Dwarfpool. Az pedig úgy működik, hogy elmegyünk itt az Alcoinsra. Kiválasztjuk a Monero-t. Először, hogy ellenőrizni tudjuk magunkat majd. Nem, először elindítjuk a programot. Az pedig úgy, hogy elmegyünk a Poloniex-re. Elmegyünk ide a balancra, a depozitra. Kiválasztjuk. Tegnap átutaltam a Coinbase-re a bitcoinomat. Ne álljon itt az exchange-en. Na, azt mondja, hogy itt van XMR Monero. Elmegyünk ide, hogy a deposit. Itt van ez a kód. Ez nem az a kód, ez a payment ID, ez a kifizetési ID. Lemegyünk a deposit adresszre, és ez kell nekünk a Dwarfpoolhoz. Ezt innen egy jobb klik másolással kiszedjük. Által ballagunk a bányagépre. Ott fogjuk a pult, tehát ezt a pool izajt, de nekem most ide el van menve a DV-vel lényegtelen. Én azt nyitom meg szerkesztésre. És bemásoljuk ide. Tehát látjuk, hogy ez a hosszú kód egész ide a pontig nekem be van másolva. Tehát, hogyha most rányomok, hogy Ctrl-V, akkor ugyanaz marad, mert ugye ugyanazt bemásoltam. Annyi még a különbség, hogy ide be kell, tehát egészen idáig, hogy minusz O, Stratum, plusz TCP, kettős pont, per, odáig ugyanaz, és akkor utána be kell írni, hogy xmr-eu.dwarfpool.com, kettős pont, 8050. Ugye az a port. Tehát, amit most itt kijelöltem is látsz, ezt ide be kell írni, utána minusz U, ugye bejön ez a hosszú szám, amit mondtam, raksz egy pontot, visszacsászka, mászka ide, most kell a payment ID, jobb klik, másol, megint visszamegyünk a bányagépre, most ezt fölírhatjuk akár egy papírra is, a másik monitoron a gépen bepötyöghetjük, csak ugye nekem most ilyen távoli asztal eléréssel van, így könnyebb. Úgyhogy a következő videóban ezt is meg fogom mutatni, hogy kell, hogy volt, aki írta, hogy légy szíves, mutass be az ilyen távoli asztalt, meg ilyesmit. Igen, lesz, bemutatom. Na, akkor ott tartottunk, hogy ezt a payment ID-t kimásoltam, és ide a pont után kell bemásolni. Tehát ez az a payment ID, amit most kimásoltam. Tehát az első fele az a bányászás, a kódja, ugye, hogy Monero-t bányászok, és a pont után pedig a kifizetés a Poloniex-re kód. Tehát, hogy ez a kód alapján fog minket kifizetni a Poloniex-en. És ide szintén be lehet mögé dobni a minusz TT-t. Minusz TT, mondjuk 60 fokos legyen a videókártya, talán működik is. És akkor file mentés. Most ugye én ezt a pool DV-t mentettem el, mert csinálhatjuk úgy is, hogy ugye átnevezzük, hogy mondjuk legyen egy pool DV, csinálunk róla egy másolatot, az mondjuk pool HUN, akkor megint egy másik, hogy pool Monero Coin valami, mit tudom én mi volt, amit még próbáltam, mert próbáltam egy másik poolt is, de ott, amit mondtam is, hogy az úgy működött, hogy be kellett adnom ezt a hosszú kódot, meg kellett e-mail címmel regisztrálni, és kellett, hogy a hosszú kód pont e-mail cím, és akkor vagy hosszú kód minusz P, tehát password, és a password volt az e-mail cím. És akkor amikor kibányáztam egy adagot, tehát azt hiszem egy egész Monero-t, akkor
akkor kellett megadni ezt a Payment ID-t, és akkor küldte át nekem a Poloniex-re. De annyi feed levont, hogy hát nagyon sokat. Azt hiszem 0,1 tizedet. Tehát ez rengeteg. Azért azt ott is hagytam a francba. Most ugye ez a... Mi ez? Maimonero. Ez a Maimonero, ez ahogy mondtam, hogy 0,003-at, azt hiszem annyi feed von le egy utalásra. Tehát érdemes, hát tök mindegy, végül is kis összeg, nagy összeg, mindig ugyanannyi a fi. No, akkor remélem idáig érthető voltam. Ugye most elindítom, akkor itt a hosszú kód, pont, payment ID, és akkor most bányászok a, és ugye az xmr-eu.draftpool.com, és a, az a, mit tudom én, 8050-es port, de nézzük meg még egyszer, ismételjünk. Igen, 8050-es portom van. Tehát ha ez így be van írva, ugye csak a T-kódotokkal, meg a T-payment ID-tekkel, akkor Dwarfpoolra bányász, Dwarfpoolon bányásztok, és Poloniexre utalja a pénzt. Ha a másik, tehát a magyar poolon nézzük, szerkesztjük. Ugye a magyar poolon annyi, hogy a Stratum plusz TCP 2.per utáljon az, hogy monero.humpool.eu 2.7777. És akkor a mínusz U, és ez a hosszú szám, ez a hosszú, ez pedig a MyMonero-ról van, és akkor közvetlenül a MyMonero-ra küldi az XMR-t, ahonnan meg majd tovább lehet küldeni a Poloniex-re, és ott meg már átváltani BTC-be. Na, mondom, nekem is új, azért csesztem el tegnap, sajnos, de legalább belátom, mert hát jobban utána kellett volna olvasnom. De hát ugye hibáiból tanul az ember, meg a tanulópénzt is megadtam érte Moneróba, de most akkor ez így működni fog, és reggel fog jönni akkor egy utalás. Ugye a magyar pool az úgy fizet ki, hogyha eléred a 0,1 XMR-t. Ha azt eléred, akkor amikor megkapod a blokkot, akkor utána megy az utalás. Ha nem éred el a 0,1-et, akkor majd a következő blokknál, ami szintén ilyen 10 pár óra múlva jön, legalábbis a jelenlegi számítás, tehát ember szám mellett, meg számítás mellett, és ha akkor meg lesz, akkor fogja kifizetni. Tehát nem marad el meg semmit, csak mindenképp el kell érned a 0,1-et. Ugyanúgy, ahogy a, azon a másikon, a Dwarfpoolon, azt még elfelejtettem mondani, hogyha jól emlékszek, ott az egy egész monerót kell elérni az utaláshoz. Tehát a Dwarfpool csak akkor utal, ha elérted az egy egész monerót. Ott még ez is hátrány, mert mondjuk én a három kártyával kb. 5 nap alatt érem el, 4 nap alatt érem el a, az egy egész monerót. Ezért jobb nekem ez a magyar pool, mert ugye itt 0,1-et azt elérem egy nap alatt. Jó. Ennyi lett volna akkor a Dwarfos meg a magyar pool. Én a magyar poolt már akkor indítom is, menjen tovább. Jó, távoli asztalt bezárom. Holnap délután, kicsit meg vagyok fázva, holnap délután nem romlik tovább, akkor fogok még videózni, de ezt a helyreállítást, ezt a, az információ helyreállítást, igen, ezt mindenképpen fel akartam venni, hogy nehogy hülyeséget csináljatok ti is az én sugallatomra. De éppen azért mondtam, hogy én is csak egy-két napja kezdtem el ezt a monerózást, úgyhogy mondjuk úgy, hogy én is sötétben tapogatóztam.
Nézzük meg. Hát én mondjuk pont azt néztem, hogy hogy nekem lehet, hogy jobban fizetne most az ek majdnem egy 10 dollárra. Bár ez az 52 már kamu, ugyanis már nem 52. Mivel eleve már hát megy fölfelé. Most szépen itt egy kicsit ugrandozott. Reggel nagyon gyönyörűen fölment. Tehát reggel itt volt fönn 52 dolláron. Kb. És ugye ez a kalkulátor még ezt mondja be. 48 kilóes a nehézség, az nagyon jó. Tehát ott elég szépen potyog. Ja, Monero az fölment 57 megahashre. Az 50 körül lenne jó, akkor a legjobb. Na, akkor ezt elmondtam, azt elmondtam, vegánnak az oldalát mutattam, de hát valószínűleg aki bányászik, mert az ismeri vegán, tehát már itt van rég. Jó, na, én akkor elköszönök. Van kérdés, nyugodtan írjatok. Aki tuskó bunkó paraszt, az hiába ír akár többet is. Egyet elolvasok, tuskó vagy? Már dobtalak is tőlől. Nem is olvasom tovább, fölösleges. Gyökerekkel nem foglalkozok. Viszont ha szépen felhívod a figyelmemet arra, hogy figyelj, öreg, tévedtél, ez nem úgy van, egész másképp van, nem mondj hülyeséget, elbasztad, akkor úgy is hallgatok a szép szóra. De ha valaki bunkón közeledik, azt nem tudom értékelni. Ezért is van nálam úgy a komment beállítva, hogy én hagyom jóvá. Most volt az első az első emberke, akit törölnem kellett ez miatt. Eddig mindenki normálisan viszonyult a dolgokhoz. Aztán meg, hogy én tévedtem, bárki tévedhet. De valóban nem tájékozottam rendesen, és ezért volt az, hogy tegnap még azt mondtam, hogy a Poloniexre úgy lehet bányászni, de nem lehet. Jó, holnap reggel meglátjuk, hogy akkor hogy jön be ez a blokk kifizetés, és utána hogy tudok utalni Poloniexre, ezt holnap délután be is fogom mutatni. Munka után hazaérek, akkor megcsinálom a videót, jó? És akkor lehet majd azt is látni, hogy utalok Poloniexre a MyMoneroról. Továbbá majd utána nézek, hogy tudnám azt bemutatni. Bár vegánnak van egy ilyen videója, hogy Poloniexről, sőt, vegánnál rákerestek, neki van egy konkrét videója, hogy Poloniexről utalja a BTC-t a Coinbase-re, ahonnan már lehet átváltani EU-ba, a forintba, amiben akarod bankkártyára küldeni, stb. De én arra gyűjtöm, hogy közvetlen onnan akarok vásárolni. A következő videókártyát már BTC-be fogom megvenni, és lesz is róla videó. Hogy megveszem. Jó? Ennyi. Na, hello, hello.